Ragadó után ragadó. A szerdai Pink elleni siker után vasárnap 5 órától a rájátszást már biztosan az első helyről kezdő Unika Euroleasing Sopron elleni pályára az Aluminium DVTK. Először a pécsiek elleni győzelemről, majd a Sopron elleni találkozóról kérdeztük Michael López vezetőedzőt, Horváth Bernadettet és Dubéi Debórát. Azzal kell kezdenem, hogy egy igazán jó csapat ellen győztünk, mert jól védekeztünk és nagy tempót diktáltunk. A játékosok kiváló munkát végeztek, megérdemeltük a győzelmet. Tisztában vagyunk vele és úgy készültünk, hogy ezen a héten két fontos találkozó is vár ránk, melyek eredménye döntően befolyásolhatja az alapszakasz végeredményét. Nagyon boldog vagyok, hogy nyerni tudtunk, mert úgy érzem, hogy teljesen egyben volt a csapat. Néha persze némi hibával, de föl tudtunk zárkozni, és például a harmadik negyedet elég, nem az, hogy nagyon rosszul kezdtük, de nem volt ez, ahogy kezdtük mondjuk az elején a meccset, de nem az volt, hogy összeestünk, hanem fel tudtunk zárkozni, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen egységesen tudtunk mozogni, és nagyon remélem, hogy a Sopron elleni meccsen is ugyanígy tudunk küzdeni, harcolni, mint egyben védekezés, meg támadás. Tehát nagyon remélem, hogy egy jó mérkőzés várható vasárnap is. A Pink elleni mérkőzésen a csapat nyert egységesen, és ehhez mindenki hozzá tudta rakni az egyéni teljesítményét, és azt gondolom, hogy mi tudtuk diktálni az iramot végig az egész mérkőzésen, és a Pink, mivel egy rossz dobó teljesítményt hozott most Pécsről magával, mi meg kiválóan dobtunk, ezért tudtunk nyerni szerintem a mérkőzésen. A Sopron elleni meccsen én úgy gondolom, hogy csak is rajtunk fog múlni, hiszen náluk most edzőváltás volt, és azt gondolom, hogy ez jól is elsülhet, és rosszul is náluk. Biztos, hogy extra motiváltak lesznek, mert mindenki bizonyítani szeretne az új edzőnek, de úgy gondolom, hogy ha mi úgy állunk hozzá, hogy meg szeretnénk nyerni a meccset, hiszen minden meccshez így állunk, én úgy gondolom, hogy okozhatunk meglepetést. We know that we are going to play against a... Pontosan ismerjük az ellenfelet, tudjuk, hogy egyetlen vereséggel vezetik a bajnoki tabellát, óvatosnak kell lennünk, mert az edzőváltás külön motivációt jelenthet nekik. A saját és az ellenfél kosara alatt is saját ritmusunkban kell játszani, és a mérkőzés végéig tökéletes koncentrációra lesz szükség a győzelemhez. Ott kell folytatnunk, ahol a Pink ellen abba hagytuk, és nem csak a pályán lévő 5 játékosnak, hanem mindenkinek, hiszen a kosárlabda csapatjáték. Abby Bishop személyében újabb kiváló játékost igazolt az Aluminium DVTK, aki pénteken délben megérkezett Miskolcra, mikor láthatjuk őt a pályán. Mindenek előtt a papírmunkát kell elintézni, majd először szeretném látni, hogy a hosszú utazás és az időeltolódás miatt milyen állapotban van Abby Bishop, és persze az is kérdéses, hogy milyen gyorsan tud beilleszkedni. Mindezek függvénye, hogy mikor tud pályára lépni Dióscsőrben. Mivel lehet megverni a Sopront vasárnap este? Hangzott a soha nem egyszerű kérdés. Ne felejtsük el az eddig elvégzett munkát, az eddig tanultakat, és továbbra is legyünk éhesek a sikerre. Van egy harmadik összetevő is, de azt majd vasárnap lehet látni a Generali Arénában. Nagyon készülnek a szurkolók is a rangadóra. Jelent-e külön motivációt az, hogy várhatóan teltház előtt játszhattok? Úgy gondolom, hogy igen, és ugye mi lányok is tudjuk, hogy a szurkolók készülnek. Én szerintem biztosíthatjuk a szurkolókat arról, hogy egy igazi rangadót fognak látni a Sopron ellen, és reméljük, hogy egy igazi győzelemmel zárul ez a rangadó.